Tehát csak azért nem feltétlen hallgatok zenét egyébként, mert basszus, ez a groove, ez egészen elképesztő. Nyilván vannak ilyen számok, amiket pontosan ezért szeretek, de hogy legfőképp azokat a zenéket hallgatom rotációban, amihez köt valami egészen elképesztő erős impulzus. Az Idols-től választottam például az egyik kedvenc albumot, a második albumuk, a Joy is an Act of Resistance, és hogy nekem azért nagy kedvencem például az Idols, meg az egész szubkultúra, amik hozzájuk csapódik, mert egyrészt egészen elképesztően parán reformálták meg a punkot, úgy, ahogy van. Tehát ugye mondjuk a 70-es, 80-as években így alapvetően inkább ugye munkásosztály hallgatott meg egyébként játszott punkot, és az egész üzenet igazából arra ment ki, hogy mi az, amitől fel vagyunk cseszve, mi az, amit így eszméletlenül utálunk mondjuk. És akkor nagyon nagy sztori volt mondjuk Angliában az, hogy sik volt sajnos azért utálni a bevándorlókat, mert elvették a munkát, és amit tudom én, de hogy igazából az Idols ezt meg pont a totál ellenkezőre fordította így ebben az egész 21. századi kontextusban, és annyira szuperül tud feszültséget, meg dühöt, meg alapvetően indulatot átadni, még úgy is, hogy alapvetően teljesen más az indulatnak a forrása, mint ami egyébként magának a zsánernek a forrása volt, mint a 70-es, 80-as évektől, hogy egészen megbabonázó, és pláne ez a második lemez nekem azért is nagyon fontos, mert nálam is az a helyzet, hogy sajnos én is átéltem már nagyon sokszor a depressziónak a mélypontjait, és hogy pont ez a zenekar adott nekem egyébként rengeteg erőt az elmúlt években, és alapvetően az ő szövegeikben, meg az ő hangulatvilágukban találtam meg valamit, ami egyébként egy kiutat reprezentálhat. Úgyhogy nálam például ezért baromi fontos az Idols, aztán alapvetően szeretném valami magyar lemezt is hozni ugye nektek, és hogy a Bergendinek van a Fagypont fölött miénk a világ című lemeze, ami van az az érdekesség, hogy itt énekelt meg basszusgitározott először lemezen a Demjé Rózsi. És hogy amit azért nagyon szeretnek elfelejteni az emberek, pláne, hogy a csávó már itt totál nincs képbe alapvetően, meg így tényleg az elmúlt nem tudom évek alapján az ember inkább egy kicsit más prekoncepcióval közelíti meg Demjé Rózsinak a munkásságát, viszont a Demjé Rózsi volt a Demjé Rózsinak az első lemeze, ahol énekel és basszusgitározik, mint bármilyen zenekarban, és ő Bergendi, ez gyakorlatilag az időszaknak az egyik legprogresszívabb zenekara volt, meg legszuperebbül működő sztori, és azon van az egyik kedvenc számom azon a lemezen, így a világon, aminek az a címe, hogy kikapcsolom az idegrendszerem. És ezt nagyon előszeretettel pörgetem mindenféle bulikban, és emlékszem, amikor először meghallottam azt a számot, és amit nagyon szégyellek, hogy nem az volt, hogy én apukám lemez gyűjteményéből, vagy bárhonnan ismertem volna Bergendit, full nem hallgattam ilyen zenéket nagyon-nagyon sok ideig, és emlékszem, hogy egyszer szerintem az első évben, amikor dolgoztam a Vittulában, akkor hallottam meg ezt a számot, és ezt mondta, atya úristen, mi ez? És azóta szerintem nincs olyan nap, hogy ne hallgatnám meg ezt a számot, úgyhogy egészen elképesztően az életemnek a részévé fonódott össze. Szóval hoztam még a Madlib-től a Shades of Blue című lemezt, ami azért nagy császárság, mert egyrészt ugye Madlib egy ilyen borzasztó nagy mintázó pápa, hogy nagyon-nagyon király helyekről tud összeszedni egészen frankó hangmintákat, és abból valami hihetetlen szuper kis világot tud összeállítani magának. És hogy valamennyire követi az ember mondjuk így ezt az egész közös csoport, a J-Lib, Madlib, MF Doom, mit tudom én, ezek a srácok olyan egészen elképesztő hip-hop revolúciót csináltak egyébként így a 90-es évek végétől 2000-es évek elejét, hogy egész para. És ugye a Madlibnek ez az album ez azért király például, mert ez az album most csak a Blue Note Recordsnak a lemezgyűjteményét használta föl, ami azért érdekes, mert a Blue Note Records az kb. Amerikának az egyik legnagyobb múltú ilyen jazzzenei, meg folkzenei kiadója, de főleg inkább jazzre összpontosító valami, és hogy gyakorlatilag csomó esetben ilyen 1920-as, 30-as lemezekről beszélgetünk, amivel a minták vannak így építkezés közben, eszméletlen jól működik minden egymással, és minden egyes szám előtt egy ilyen egészen nagy jazz legenda egyszer csak így bemondja, hogy a következő szám, hogy hallasz, az mit, ez meg az lesz, amúgy egyébként én Dizzy Gillespie vagyok, faszt úgy, tehát egy hihetetlen para az a lemez. És alapvetően nagyon-nagyon sok hip-hopot hallgatok, meg hallgattam, meg arra szeretek a legjobban dolgozni, arra szeretek a legjobban fókuszálni, meg alapvetően az hangmintázásnak a világa elég közel áll hozzám mostanában, és hogy ha valaki egyébként egy picit is szeretne ismerkedni ezzel a műfajjal, de kicsit óckodik attól, hogy nem szeretne, mit tudom, egy kicsit nem szeretne nagyon belemerülni ebbe az egész gangster világba, akkor nagyon ajánlom a Madlibet, mert olyan szuper organikus hip-hopról beszélgetünk, amit egyébként nem nagyon lehet máshol találni.